Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú, 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 Kályú. Én vagyok! Ki szeretne hallani egy mesét? Nézzétek a sok kis macit! A mai mesénk címe Kályú macis felsője. Maradj itt, Mackó! Kapd el, Mackó! Kacsa! 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 Én is játszani! Jól van! Nem! Kályú nem akart hinni a szemének, Rozi az ő kedvenc pólóját viselte. Anya! Anya! Mi történt, Kályú? Ez a felső Rozin az én mackós felsőm. Rád már nagyon kicsi, ezért odaadtam Rozinak. Nem is igaz, hogy kicsi rám a felső, az az enyém. Kérem a pólót, Rozi. Macis póló! Hozok helyette egy új egérkéset, rendben? Látod, még mindig jó rám! Tökéletes! Rendben! Szegény Kályú. Piszketett a hasa a szőnyektől, de a pólója nem akart rajta maradni. Lehet, hogy tényleg túl kicsi volt rá, de hirtelen támadt egy ötlete. Kályú arra gondolt, hogy leragasztja a pólót. Ragacsos szalag! Kályú nagyon szomorú volt. Tudta, hogy a kedvenc mackós pólója már nem jó rá, de nem akart lemondani róla. Kályú! Nézd, itt a mackós pólód. Olyan jól állt. 2 éves voltál. Akkor még kicsi voltam. Jó volt rám a póló. Sajnálom, hogy kérdezés nélkül Rozinak adtam. Elfelejtettem, mennyire szeretted. Kályú még mindig szerette, de tudta, hogy most már nagyobb, és nem jó rá a póló. Eltehetnénk egy különleges helyre, és megtarthatnánk. Oda fogom adni a macimnak. Jó ötlet. Mackó, nagyon jól áll az új pólód. Mackó póló! Mit szólnátok egy meséhez? Vajon mire készül ma Kályú? A mai mesénk címe Kályú bejárja a környéket. Kályú imádott a vadonatúj bicikliével csavarogni, és szeretett vele dudálni is. Süteményem. Anya! A mókus megette a sütimet! Anya, alszol! Még nincs alvásidő! Szia, Kályú! Szia, Szara! Kályú még soha nem ment túl a sarkon egyedül, de mindig szeretett volna.
Caillou ezelőtt még sohasem állt az öntöző alatt ruhában. Élvezte, hogy nincs senki, aki megmondja neki, mit csináljon. Szia! Szeretnél játszani? Így kell dobnod a kavicsal. Caillou úgy ugrált a szomszéd utcában, akár egy kis nyuszi. Úgy döntött, hogy a teljes környéket bejárja teljesen egyedül. Ne félj! Benne a kedves kutyus! Caillou mégis félt tőle. Hova mész? Körbejárom az egész környéket. Egyedül sétálgatok. Nagyon bátor vagy. Ha arra mész, visszajutsz a házatokhoz. Caillou, ahogy ráeszmélt, hogy egyedül van, kezdett félni. Mi lenne, ha eltévedne? Vagy ha találkozna még egy kutyával? Vagy ha egy holló üldözné? Szia! Én ismerlek, te vagy Caillou. Már láttalak a mamáddal és a papáddal. Caillou az anyukájával már sokszor látta ezt a nénit. Teljesen egyedül vagy itt az utcán. Nézd csak, mi van nálam. Szeretnéd megfogni? Ó, ez csikis! Katica, Katica, repülj csak haza. Azt hiszem, ideje lenne neked is hazamenni, Caillou. De előtte hadd adjak neked valamit. Ó, szia, kis Katica! Köszönöm. A néni kedves volt, és Caillou örült, hogy fogta a kezét, míg hazasétáltak. Szia, anya! Hazajöttem! Ez honnan van? Egy néni adta, aki ott áll. Ó, igen, látom, kire gondolsz. De mit kerestél nála? Amíg te aludtál, én körbejártam az egész környéket. Tényleg? És láttam szivárványt, és ugróiskolát, és egy nagy-nagy kutyát, és egy nagyon ijesztő hollót. Nem féltél? Egy kicsit. Szerintem várja, míg nagyobb leszel, mielőtt újra nekivágnál az utcáknak. Vajon hol bujkálnak ezek a gyerekek? Meseidő van. Nézzük csak, vajon mit csinált ma Caillou? Nos, a mai mesénk címe Caillou rejtek helye. Az egész akkor történt, amikor Caillou szülei elutaztak néhány napra. Caillou-ra és Rosie-ra a nagymamájuk és a nagypapájuk vigyázott. Caillou, hol vagy? Bent vagy? Nem találom sehol. Talán bújócskázik. Nézd meg újra. Oh. Nézzük csak, ki ez itt. Hasonlít Caillou-ra. Nagyapa, nagypapa. Mit csinálsz oda bent? Megszorultam. Ha ezt a dobozt odébb teszem, és ezt a valamit is elrakom, és megfogom ezt itt, akkor... Mit csináltál ott bent, Caillou? Elbújtam a rejtek helyemen. Elbújtál a rejtek helyeden? Erről eszembe jutott valami. Caillou kíváncsi volt, hogy mire gondolt a nagypapája. Tudsz titkot tartani, Caillou? Igen, nagypapa. Nos, én ismerek egy különleges búvóhelyet. A kertben. Szeretnéd megnézni? Biztos, hogy ez az a fa. És ha nem a másik oldalon volt, akkor itt kell lennie. Menj csak be és nézz körül. Na, hogy tetszik? Ez a világ legjobb és legkülönlegesebb rejtekhelye, nagypapa.
Köszönöm, nagypapa! Tartsd meg a zseblámpát! Hű, szabad! Ideje lefeküdni, Kájú! Egy perc és ott vagyok! Kájú! 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 Nem! Te most nem jöhetsz velem! Ez volt Kájú különleges rejtekhelye. Nem akarta, hogy más is megismerje. Kájú, oda bent vagy? Jobb lenne, ha bejönnél a házba. Apukád nem sokára itt lesz, érted? Hát, nem tudom elhinni. Mi az? Hiszed vagy sem, Kájú? Az a játék az enyém volt, amikor olyan kisfiú voltam, mint te. És én apuka voltam, mint a te apukád. Biztos a különleges rejtekhelyemen volt. Ami már a te különleges rejtekhelyed. Igen! Most, hogy a vendégek hazamentek, eljött a meseidő, gyerekek. Nézzük, mit csinált Kájú a születésnapján. A mai mesénk címe Kájú szülinapi ajándéka. Kájúnak születésnapja volt, és az anyukája sütött neki tortát. Gondolom, nem szeretnéd megenni a maradékot, ugye? De igen, szeretném. Sejtettem. Ugyan, Kájú. Igazán adhatnál Rozinak egy kicsit abból a cukornásból. Apa! Azt hittem, azt mondtad Kájúnak, hogy Rozinak adjon belőle. Apa! Kájú mindenkinek elmondta, hogy egy különleges dinoszauruszt kér a születésnapjára. De a nagymama ajándéka nem dinoszaurusz volt, hanem egy pulóver. Tetszik, Kájú? Persze, hogy tetszik. Ó, Istenem, már meg is jöttek. Ez az! Leo, Clementine! Gyertek be, gyerekek! Még egy kicsit maradj nyugodtan, Kájú. Már majdnem végeztem. Furcsa érzés, apa! Boldog szülinapot, Kájú! Boldog szülinapot! Igen! Boldog születésnapot! Elfújod a gyertyákat, Kájú? Kívánj valamit, Kájú! Közben kívánni kell valamit! Pontosan tudta, mit kívánjon. Egy különleges dinoszauruszt. Kájú annyira jól lakott, hogy nem bírt többet enni a tortából. Boldog születésnapot, Kájú! A különleges dinoszauruszom! Köszönöm! Wow! Nem sokkal később már mindenki tudott enni egy kis jégkrémet. Rozi, nézd, mit csináltál! Tessék, kicsim, ez tiszta! Még egy különleges dinoszaurusz! Kájú tényleg megkapta a különleges dinoszauruszt. Valójában két különleges dinoszauruszt is kapott. Wow! Ez a legjobb születésnapom! Nagymama, olvas nekünk mesét, olvas Kájúról! Nézzük, vajon mit csinált ma Kájú? Ennek a mesének a címe Kájú és Gilbert. Nézd, Gilbert!
Ezen a képen egy macska van. Elegem van a színezésből. Játszani akarok valakivel. Rozi! Caillou játszani akart valakivel, de tudta, hogy nem lenne szabad felébreszteni Rosie-t alvás közben. Caillou! Ssss! Tudod, hogy nem szabad. De kell valaki, akivel tudok játszani, apa. Sajnálom, Caillou, de most nem lehet. Később játszhatsz Rosie-val. Caillou nem később akart játszani, Caillou azonnal játszani akart valakivel. Szeretnél velem játszani, Gilbert? Brum, 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 brum. Caillou-nak eszébe jutott egy másik játék is. Rögtön jövök. Tudta, hogy Gilbertnek nem tetszene, ha kutyákról mesélne neki, de arra gondolt, hogy egy egér biztosan érdekelné, ahogy a madarak is. Nézd, Gilbert! Meseidő van, Gilbert! Ez a mese egy egérről szól, akit úgy hívtak Egérke. Egy napon Egérke, Egérkének volt egy barátja, Egérke, és egy napon ők ketten... Gilbert! Nézd ezt az aranyos egeret! Gilbert, nézz ide! Tudom, mit játszunk! Maradj nyugton! Apa most elvisz egy kicsit sétálni. Ott fogd azt a sarkát! Gilbert! Gilbert és én játszunk. Én vagyok a papája. Caillou, ez az emberek játéka. Embereké? Te sem szereted a gyerekes játékokat. Azért, mert nem vagy kisgyerek, ugye? Igen. Nos, Gilbert egy macska, nem ember. Ő a macskás játékokat kedveli. Tudod, mit szeret a legjobban? Igen. A macska játékokat szereted, ugye, Gilbert? Nyám! Fogd meg, Gilbert! Nyám! Macskák vagyunk, és együtt játszunk! Nyám! Milyen aranyosak a kis macskáink! Nagymama, olvas nekünk Caillou-ról! Nézzük csak! Ez akkor történt, amikor Caillou 3 éves volt. A címe Caillou nyári éjszakája. Mikor ér ide? Bármelyik percben megjöhet. Gyere be, Nagyi! Nem férek be. Nagyi! Túl nagy vagy. A nagymama volt Caillou és Rosie kedvenc babysittere az egész világon. Sziasztok! Mi van nálad, Rosie? Miután a szüleik elmentek, a nagymama játszani kezdett Caillou-val és Rosie-val. La 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 la! Lassan eljött az este. Míg a Nagyi lefektette Rosie-t és mesét olvasott neki, Caillou megmosta az arcát és a fogát. Aztán lefeküdt, és várta, hogy a nagymamája neki is olvasson. Nagyi! Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer. Ahogy a nagymama olvasta a mesét, Caillou egyre álmosabb és álmosabb lett. Jó éjszakát! Gilbert!
Makájú teljesen felébredt, és nem tudott visszaaludni, bármit csinált. Próbálta megigazítani a párnáját. De nem segített. Nyár volt, és kint még mindig világos volt. Hogy tudott volna Kájú ilyen világos szobában aludni? A fordítva fekvés sem segített. Kájú tényleg nem tudott elaludni, és kezdett igen nyűgös lenni. Kájú, ez így nem lesz jó. A fejednek a másik oldalon van a helye. Nagyi, nem tudok aludni. Ez nem igazán lep meg. Itt túl világos van. És látom, hogy miért. Nincs függönyöd. Hova tűnt? Ó, már emlékszem, anyukád elvitte a tisztítóba. Van egy ötletem. Kájút nem nagyon érdekelte a nagymamája ötlete. Tessék, Kájú, éjszaka jég volt. Így már el tudsz aludni. Köszönöm, Nagyi. De ha ez az esti jég volt, akkor valami hiányzik, vagy nem? Kész vagy, Kájú? Hűha! Kájú éjszakai égboltja olyan gyönyörű volt, hogy rögtön elálmosodott, és hamar el is aludt. Meséljek nektek, gyerekek! Igen! A mai mesénk címe Kájú fél a kutyáktól. Egy hatalmas várat fogok építeni. Kész! Kájú félt, mert a kutya dühösnek tűnt. Anya! 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 Kájú, mi a baj? Az a kutyus megijesztett. Másnap Kájú már alig várta, hogy a nagymamájához mehessen, amíg anyukája vásárol. De Kájú és az anyukája nem tudta, hogy a nagymama éppen a szomszéd kutyusára vigyázott. Egy különleges vendég van ma nálam. Szeretnéd megismerni? Szeretném. Kájú, ne félj, Kájú. Ő az én különleges barátom. Szerintem meg szeretne téged ismerni. Nem! De Kájú, ő csak egy kis kutya. Miért nem nézed meg közelebbről? Megígérem, hogy nem fog bántani. Hát... jó. Látod, Kájú? Csak egy kis kutya. És nagyon barátságos. Igen, Nagyi. Nos, ha tényleg félsz, csukd be az ajtót, hogy ne tudjon kijönni, jó? Jó. Kájú még mindig félt, bár tudta, hogy a kutyus be van zárva a konyhába. Ó, kicsim, semmi baj. Várj csak, van egy ötletem. Olvassunk a kutyusokról. Kájú élvezettel olvasott a kutyusokról a Nagyival, és lassan kezdte érdekelni a konyhában várakozó kis jószág is. Ugat a kutyus, Nagyi! Jobb, ha megnézzük, mit szeretne, nem gondolod? Talán éhes. Jó fiú voltál? Éhes vagy? Tessék, fogd meg! Ez ízlik, ugye? Kájú még mindig félt egy kicsit, de ahogy hallotta a nagymamáját, úgy döntött, hogy még egyszer meg szeretné nézni a kiskutyát. Mi olyan vicces, Kájú? Úgy néz ki, mint anya egyik papucsa. Látod, Kájú? Barátkozni szeretne. Csóválja a farkát, ez azt jelenti, hogy örül neked. Ha ide nyújtod a kezed, köszönni fog. Ez csikis. Azt hiszem, szereztél egy új barátot. Szia, kutyus. Sosem lehet tudni. A kiskutya egyáltalán nem volt ijesztő, csak barátságos, szőrös és mókás. Dobd el! Jó kutyus. Futás! Ssss, nézd!
Már szeretem a kutyusokat. Tudjátok, mi jön most? Egy újabb Caillou történet. Nos, lássuk, mit csinált ma Caillou? Azt hiszem, állatokat látott. A mai mesénk címe Caillou elmegy az állatkertbe. Szia! Üdvözöllek az állatkertben. Az én nevem Zoé. Szerinted sok állatot fogunk látni? Ó, igen. És nagyon izgatottak vagyunk, mert nagyon sok állatunknak születtek kicsinyei. Szeretnél látni farkaskölyköket? Farkaskölyköket? Valóban? Hűha! Látod a kicsiket? Ott vannak az orraik. Miért nem jönnek elő? Látni akarom őket. Csak tegnap születtek, úgyhogy a mamájukkal szeretnének maradni. Ó, látni akartam őket. Tudod, Caillou, ők egész életükben a családjukkal maradnak. Az összes kölyök az apukájával és az anyukájával marad. Ó, nem. A legtöbb állat elhagyja a családját, amikor felnő. Szeretnél látni egy másik családot? Igen. Caillounak tetszett, hogy az állatok is családban élnek. Hol vannak? Hol vannak? Biztosan a házukban, Caillou. Attól tartok, hogy ma nem láthatjuk őket. Habár lehet, hogy mégis szerencsénk lesz. Hű! Milyen nagy az orrszarvú! Akkora, mint egy dinoszaurusz! Ormidino! 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 Képzeld el, Caillou, az orrszarvú nem fiú. De nem ám, most szült kicsiket. Tényleg? Kis orrszarvú! Persze, Caillou, még a nagyállatoknak is vannak kicsinyei. Nézzétek, ott van a kis orrszarvú! Nem túl szép, de szerintem nagyon édes. Igen, ez egy tengeri vidra, tengeri vidra! Ők a kedvenceim! Ő még nagyon kicsi korában került hozzánk, Caillou. Neki is van családja. Sajnos nincs. Tudod, az anyukája meghalt. A mamája meghalt, és nem lesz így baja. Rendben lesz. De tudod, mivel nem volt anyukája, aki tanítsa, nekünk kellett megtanítani mindenre. Még úszni és enni is mi tanítottuk. Caillou először látott élő tengeri vidrát. Bárcsak hazavihetnénk magunkkal. Ó, hát ez nem lehet. Már majdnem olyan nagy, hogy visszamehet az óceánba. Mi olyan vicces, Caillou? Az a csimpánz épp olyan, mint a nagyapa. Igazad van, épp olyan, mint a nagypapa. De tudod mit? Az a kis majom pedig rád hasonlít, Caillou. Nézzétek! Ide jön köszönni! Meseidő van, gyerekek! Miről mesélsz ma, Nagyi? Nos, nézzünk utána. Vajon mit csinált ma Caillou? A mai mesénk címe Caillou esős napja. Ma együtt intézzük el a dolgokat. Ekkora esőben jól fel kell öltözni, hogy ne házzunk el. Beleugrunk az összes pocsolyába. Ez furcsa. Tessék, feladom. Nem kell, menni fog. Megvan! Ügyes! Segítsek begombolni? Menjünk! De Caillou elfelejtett valami nagyon fontosat. Anya! Igen, kicsim? Ki kell mennem a mosdóba? Oh.
Itt várlak. Caillou elindult a mosdóba. Odafelé valami megragadta a figyelmét. Hey! Óvatosan! Caillou! 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 Apa! Mit csinálsz itt? Én csak a mosdóba indultam. Jaj, ne! Mennem kell! Tényleg ki kell mennem! Run! Apa, nézd! Egy repülő! Megnézhetném a repülődet? Szálljunk le azzal a repülővel, jó? Itt fog várni, amíg visszajössz. Nem felejtetted el véletlen a mamit? Anya! De igen! Sokat kellett várni rám! Caillou sietett vissza az anyukájához, de mire odaért, az anyukája elrakta az esőkabátokat. Anya! Itt vagyok! Mégsem megyünk el itthonról! Dehogy nem megyünk! De nézd csak! A nap kisütött, így Caillounak és az anyukájának nem kellett esőkabát, de a pocsolyák megmaradtak. Ez az első, ez pedig a második. Anya, szerintem elfelejtettél valamit. Ez az, pocsolyák! Nézd, anya! Tudom, hogy jó móka, de most dolgunk van. De tudod mit? Hagyjunk nyomokat magunk után a boltig. Nézd! Gyertek, gyerekek! Meseidő van! Caillou csak 3 éves volt, amikor először látta az óceánt. A mai mesénk címe Caillou a parton. Caillou a családjával nyaralt. Ez volt az első közös útjuk az óceánparthoz. A part, a víz, vízpart, a hív, a szív. Caillou, Rozi, halljátok? Mi ez? Ez az óceán hangja. Megérkeztünk. Caillou izgatott volt, és már alig várta, hogy lemenjenek a partra. Ó, nézd, anya, az óceán! Igen, és nézd csak, Caillou, a nap, vagyis kell napolaj. Ó, ne, ne, ez csíkis! Szia, Caillou! Na, így jó lesz. Ez egy szép hely. Ki szeretne fürdeni? Én! Caillou még nem tudott úszni, ezért erősen fogta apukája kezét, ahogy befutottak a... Ez hideg! Nem lesz az, ha hozzászoksz. Caillou bárhol szeretett piknikezni, de a parton volt a legélvezetesebb. Caillou szendvicsébe belement a homok. Nézd, anya! Igen? Hey, az az én szendvicsem volt! Szia! Caillou követte a furcsa kinézetű kis rákot, ami egy kagylóban lakott, egészen a sekély vízig, ami tele volt tengeri állatokkal. Látott tengeri csillagot, csikóhalat és tengeri sünt is. Várat építeni. Én! Menj innen!
Jön a dagály, nekünk menni kell. Nem várom! Úgy tűnik, hogy holnap építenünk kell egy újat. És holnap után is, és azután is, és azután is, és azután is. És azután is. Meseidő van, gyerekek. Lássuk csak. A mai mesénk címe Caillou új cipője. Gilbert! Végre! Segítsek bekötni a cipődet, Caillou. Nem. Nyom a cipőm. Nőtt a lábad, kicsim. Túl nagy ehhez a cipőhöz. Újat kell vennünk. Tessék, ez jó lesz. Vedd fel őket, és megyünk a cipőboltba. Caillou szeretett a pocsolyákban ugrálni a csizmájával, de ma napos idő volt, és ő szaladni akart. Szia, Sara! Ó, szia, Caillou! Hova mész? Megyek cipőt venni. Majd versenyzünk, ha megkaptad. Szia! Szia! Olyan gyors cipőket akarok, mint Sarai. Gyere, Caillou! Caillou élvezettel válogatott a cipők és a csizmák között. Rengeteg papucsot, női cipőt, és csizmát látott. Caillou nem tudta eldönteni, hogy melyik szín tetszik neki a legjobban. Mielőtt eldöntjük a színt, azt hiszem, meg kell mérnünk a lábadat. Nézzük csak, a te lábad 28-as. Anya, anya, 28-as a lábam. Tényleg nagyot nőtt a lábad, kicsim. Szóval a kék vagy a sárga tetszik. Azt hiszem, hogy... Mit szólnál a zöldhöz? A zöld? Jó! A csizmádat betesszük a dobozba, hogy haza tud vinni. Gyönyörű az új cipőd, Caillou. Ahogy az én cipőm is. Meg kell mérni a lábadat. Az én lábam már nagyon régóta nem nő. Versenyezzünk, Sara! Te túl gyors vagy nekem! Verseny, verseny! Szeretnétek mesét hallani? Gyere a tűz mellé, Nagyi, olyan kellemes! Akkor kezdjük. A mai mesénk címe... Caillou hóembere. Elkaptam! Én is! Építsünk hóembert! Hóembert? Hű! Szeretnél segíteni? Caillounak kifejezetten tetszett az ötlet, habár nem tudta, hogyan kell hóembert építeni. Igen! Te elkezded a fejét, én csinálom a testét. Rendben! Hóembert építek! Hóembert építek! Menni fog ez! Nem fog menni! Utálok hóembert építeni! Hogy haladsz a fejével, Caillou? Nem tudom megcsinálni! Nem? Ne
aggódj, majd én segítek. És megépítjük a világ legnagyobb hóemberét. A világ legnagyobb hóemberét? Az egész világét. Azt hiszem, ez már elég nagy. Csináljuk a többit. Először gyúrsz egy apró hógolyót. Látod? Kájúnak tetszett, ahogy Sarah tanította. Egy hógolyó! Sikerült! Hé! Ne! Elég! De Kájú nem hagyta abba, és így Sarah nem élvezte a játékot. Ha nem akarsz hóembert építeni, akkor elmegyek. Ne, maradj kérlek! Akarok hóembert építeni. Figyelj, könnyű. Kész vagyok. Rendben, rakjuk össze a hóemberünket. Ezt rá kell raknunk annak a tetejére. Mehet? Szerintem így jó lesz. Most jön a feje. Amit te csináltál? Hozom! Sziasztok! Hoztam nektek valamit. Nézzétek csak! Egy répa? Felhasználhatnánk a hóember orrának. De jó! A zacskó tele volt meglepetésekkel, és hamarosan a hóembernek hatalmas mosoly volt az arcán. Van nálam még valami. Nézzük, hogy jó-e. Nézd, Sarah, milyen gyönyörű! És ő a legnagyobb hóember a világon. Gyönyörű. Nos, nem jöttök be uzsonnázni? Várj! Mi az? Egy hógolyó. Vagyis a hóember uzsonnája. Meseidő van, gyerekek! Nos, nézzük, hogy mit csinált ma Kájú. A mai mesénk címe Kájú bohócnak öltözik. Tudod mit, Rozi? Ma elmegyünk a parádéra. Parádé, parádé! Látni fogunk lovakat, dobosokat és bohócot. Imádom a bohócot. Nem bohóc, nem! Figyelj, Rozi! Ez az! Megyünk a parádéra! Bum, 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 bum! Ó, Kájú, lehet, hogy ez nem jó ötlet. Mi a baj, anya? Lehet, hogy nem jó ötlet elmenni a parádéra. Miért nem, anya? Menni akarok a parádéra! Lesznek ott bohócok is, és tudod, hogy Rozi nagyon fél tőlük. Nem is fél! Már nem! De menni akarok! Kájú szomorú volt és mérges. Ez nem volt igazságos. Miért nem mehetünk? Csak mert Rozi egy buta kis baba. Emlékszel, Kájú, amikor kicsi voltál, te is féltél a bohócoktól. Szerinted mit csináljunk? Kájúnak támadt egy ötlete. Látod, Rozi? Nem ijesztő! Rozi, ez csak egy baba. Tudom már, anya. Eltakarom a szemét, ha jönnek a bohócok. Gyere, Kájú, menjünk a szobádba. Miért? Van egy ötletem. Talán elmehetünk a parádéra, de segítened kell. Kájú el sem tudta képzelni, mire gondolhatott az anyukája. Lássuk csak. Ez megteszi. Megmutatjuk Rozinak, hogy a bohócok nem ijesztőek, mert ők is emberek, csak bohóc ruhában. Jó. Nézd, Rozi! Kukucs! Kukucs! Nézd, haj! Wow, 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 wow.
tudod, Rozi, a bohócok viccesek? Nem úgy, Rozi, hanem így. Látod? Puka macska! Látod, Rozi? Bohóc lettél. Rozi már nem félt a bohócoktól. Rozi, nézzétek! Jól van, gyerekek, akkor indulhatunk a parádéra. Igen! Nyugalom, Rozi. Készen vagytok, kis bohócok? Igen! Szeretnétek hallani Caillou-ról és különleges barátjáról? A mai mesénk címe Caillou különleges barátja. Hey! Oh! Caillou az egyik barátjával, George-al játszott, aki egy meglehetősen különleges barát volt. Lehetnénk dinoszauruszok! Csak Caillou ismerte George-ot, soha senki más nem látta. Caillou-nak hirtelen támadt egy remek ötlete. Igen, versenyezzünk! Nézd, anya! Nézd, Nagyi! Versenyt futok az egyik barátommal! Éhes vagyok! Menj és szólj Caillou-nak, hogy ebédelünk. Rendben, Rozi? Megyek, Nagyi! Nyertem, nyertem! Hoppá! Miközben Caillou megpróbálta feltakarítani a cserepet, úgy döntött, hogy az egész George hibája volt. Caillou! 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 Ebédidő! Megyek! George nagyon gyorsan fut, de én le tudom hagyni. Hol lakik George, Caillou? Nem tudom pontosan, hogy hol lakik. Caillou. De azt hiszem, hogy a pincékben. George valószínűleg a legjobb barátom az egész világon. Caillou, nézd, mi már végeztünk, de te annyit beszéltél, hogy még hozzá sem nyúltál. Sajnálom, anya. Talán jobb lenne, ha George kimenne, amíg eszel, jó? Rendben, anya. Köszönöm, George. Mindjárt megy Caillou is. Később találkozunk. Szia, Caillou. Ide tudnál jönni? Tudsz erről bármit is? George csinálta. Biztos, hogy George volt az. Caillou apukája tudta, hogy nem George törte el a cserepet. Igen, apa, versenyeztünk, és George véletlenül lelökte. Értem. Azt hiszem, neked is volt valami között hozzá, ugye, Caillou? Igen, apa. Akkor most segítesz nekem feltakarítani, és legközelebb, amikor George-al játszol, jobban vigyáztok majd, ugye? Caillou szerint ez egy kitűnő ötlet volt. Rendben. Jó, te csak tartsd ide a lapátot, én majd felsöpröm. George nagyon ügyetlen, ugye, apa? Olyan, mint te. Nagyon szeretem, amikor löksz a hintában. És én igazán szeretlek lökni, Caillou. Kint kezd lehűlni a levegő. Még jó, hogy mi bent vagyunk meseidőben. Most nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou gerebjézik. Caillou és Rozi jól érezte magát. Észesen vették, hogy a szüleik figyelték őket. Caillou, Rozi! Úgy látom, jól szórakoztok. Apa, anya, gyertek játszani!
mutass egy piros levelet, Rozi. Igen, ügyes vagy. Itt egy sárga anya, és itt van egy piros. Köszönöm, Caillou, és köszönöm, Rozi. Caillou élvezte, hogy a napot a családjával tölthette, és játszhatott a levelek között. Ideje megfőzni a vacsorát. Gyertek, gyerekek! Addig én összegerebézek. Caillou nagyon jól érezte magát, és nem akarta, hogy véget érjen a móka. Azt akarta, hogy ez a nap örökké tartson. Segíthetek gerebézni apának? Persze, ez egy remek ötlet. Ez az! Rengeteg a levél, Caillou. Mindet össze tudjuk szedni. Igen! Gerebjézni, apu! Ó, pedig nem könnyű munka. De együtt nem unalmas. Caillou szeretett segíteni az apukájának, de játszani is szeretett. Azt képzelte, hogy a levélkupacok nagy házak a városban. Ebben szeretnék lakni. Caillou annyira jól érezte magát, miközben a házakkal játszott, hogy észre sem vette, közben besötétedett. Apa, nézd meg a házat! Ó, ez egy csodás ház. Egyedül építetted? Igen. Gyertek be mindketten, kész a vacsora. Apa, csodás napom volt. Nekem is. Szeretem, amikor az egész család körülöttem van. Én is. Összegerebjéztetek? Igen, és nagyon sok levél volt. Házat is építettem. Caillou sokat segített, ugye? Hé, mi az ott a fejeden? Sziasztok! Meseidő van. Nos, akkor nézzük, hogy mit csinált ma Caillou. A mai mesény címe Caillou idősebb barátja. Caillou, ő André. Az anyukájával régi barátok vagyunk. Caillou nem úgy látta, hogy André kicsi. Sőt, meglehetősen nagynak látta. Te nagy fiú vagy, André. Hány éves vagy? 6! Ti játszatok, addig mi beszélgetünk. Gyere, építsünk várat! Mivel lehet játszani? Tudom már, játszunk kidobósat! Ne a házban! Megvagy! Ó, ledöntötted a várat! Nem én, te döntötted le! Nem szabad a házban labdázni! Akkor játszunk mást! Például bujócskázzunk! Jó, elbújok! Én számolok! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Megyek már! Itt vagyok! Caillou, hol vagy? Caillou, hova bújtál? Caillou nem tudta megállni, hogy ne csikizze meg André csupasz lábát. Most te fogsz számolni. Játszunk valami mást. Hát, jó. Van játék a szobádban. André idegesítette Caillou-t. Várj meg! Hozzam a robotomat! André, itt a robot! Mi történt? Eltörted a székemet! André, jól vagy? Eltörte a kedvenc székemet! Többi már nem a barátom! Úgy sajnálom, André. Hozok neked egy cseptapaszt. Semmi baj. Caillou nagyon mérges volt Andréra, de amikor meglátta a sebét, elkezdte sajnálni.
André megsérült, anya. Rendbe fog jönni, kicsim. Nem akartam eltörni a széket. Baleset volt. Miért nem mentek ki focizni egy kicsit? De a labda fent maradt a fán. Én elérem. Ezt nézd! Várj meg! Nézd csak, így rúgjál bele! Megvan! Caillou már élvezettel játszott Andréval. Meseidő van, gyerekek! Ez a mese tetszeni fog nektek. Arról szól, hogyan lett Caillou tiszta festék. A címe Caillou színei. Caillou a nagymamája műtermében volt. Általában sok érdekes játékot talált ott. De a mai nap másképp alakult. Caillou nagyon rossz hangulatban volt, és nem volt kedve semmihez. Caillou unatkozott, nem tudta, hogy mit csináljon. Ahó, Caillou! Ahó! Meglepetés? Úgy tűnt, semmi sem vidítja fel Caillou-t. Biztos bal lábbal keltél fel, Caillou. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy néha morcos vagy, és nem tudod miért. Nem vagyok morcos. Nos, ezt örömmel hallom. Uzsonnára isteni almáspitét fogunk enni. Most meg kell néznem. Nem vagyok éhes, és nem kérek pitét sem. Azt majd meglátjuk. Caillou nagyon morcos volt. Vajon mit csináljon? A nagymamája mindig hagyta játszani a festékkel. És Caillou mindig élvezte a festést. Caillounak tetszett a kék. Aztán úgy döntött, hogy a többi színt is kipróbálja. Pite! Caillou, hol vagy? Itt vagyok! Ó, Caillou, nézd csak a kezeidre! Az ujjaimmal festek! És milyen gyönyörű képet festettél! Te fel kell takarítanod, ha kérsz a pitéből. Szeretnél lenni pitét, Caillou? Igen! Ízlet, kicsim? Nyami! Caillou, szia, kicsim! Jól érezted magad a nagyival? Anya, az ujjammal festettem! Eleinte kicsit morcos volt, de aztán a festés megnyugtatta. És elmúlt minden rossz kedve. Nem akarok hazamenni! De bármelyik nap visszajöhetsz. Így igaz. Bármikor, ha bal lábbal kelsz fel, és morcosnak érzed magad, csak gyere a nagyihoz. Újra morcos akarok lenni! Nézzétek, Caillou postás lett. Épp erről szól ez a történet is, hiszen a mai mesénk címe Caillou felad egy levelet. Jól szórakozol, kicsim? Igen, anya. Ó, milyen gyönyörű napunk van. Le fogom rajzolni a napot. Azt hiszem, megjött a posta.
Vajon kaptunk ma szép levelet? Számla, számla. Nincs más, csak számla. Jó lenne egyszer egy igazi levelet kapni. Szia, Caillou. Valami baj van? Anya szeretne kapni egy levelet. Komolyan? Caillou elmesélte, hogy az anyukája mennyire szeretne a számlák helyett levelet kapni. Nos, küldjünk neki egyet mi. Sőt, én már tudom is, hogy mit. Nézd csak, ez egy gyönyörű levél lenne. Elküldhetjük anyának. Persze, és teszünk róla, hogy reggel megérkezzen. Caillou tudta, hogy néha a levélben a puszit X-el jelölik. Egy puszi, nagyszerű, már csak egy borítékkel. Tudom, hol tartjuk őket. Rögtön jövök. És a bélyeg? Ez az! Ó, Gilbert! Caillou, hol vagy? Mire készültök ti ketten? Semmire, tényleg semmire. Ugye, Caillou? Így igaz, anya. Ha szeretnénk, hogy reggel megérkezzen a levél, estére végeznünk kell. És reggel nagyon korán kell kelnünk. Tudom. Fúj! Nézzük. Mi van még hátra? Fel kell ragasztani a bélyeget. Így van. Hűj! Másnap Caillou és apukája nagyon korán kelt, hogy találkozzon a postással. Tűnik. Caillou, milyen csodás meglepetés! És még Gilbert is aláírta. Köszönöm, Caillou, ezt a levelet örökre megőrzöm. Örökre? Ez a legszebb levél, amit valaha kaptam. Kész vagytok az esti mesére? Nézzük, mire készül ma este Caillou. Úgy tűnik, hogy kempingezni megy. Megvagy, nagypapa! Először el kell kapnod. Sziasztok! Ez jó játék. Gyertek ki hozzánk a kertbe. Megyünk, apu! Vigyte, paci! Vigyte, paci! Erről eszembe jutott, amikor apukádat vittem kempingezni kiskorában. Kemping apával? Bizonyám. Láttunk egy nagy mosómedvét, sőt, úsztunk is egy vízesésnél. Kempingezz velem is! A kempingezésre fel kell készülni. Nos, szerintem jó ötlet. És nem is kell olyan sokat készülni. Megvan még a sátrad? Azt hiszem, ismerek egy tökéletes helyet. Várj! Hey, Caillou! Hova mentél? Itt vagyok, nagyapa. Most te mész be, és én tartom a sátor elejét. Látod azt a karót ott hátul? Karót? Inkább megmutatom. Nézd csak, bogarak! Valaki más is látta őket. Nézd csak! Nagypapa, látok egy
egy fészket, amiben kismadarak vannak. Jobb lesz, ha felállítjuk azt a sátrat, vagy ma este mi is a fán alszunk. Ne tedd túl közel. Tökéletes! Isteni! Olyan vagy, mint egy mókus. A kempingezés élvezetesnek ígérkezett. Nézd a csillagokat, nagypapa! Kezd későre járni. Előkészítem a hálózsákot. Nagypapa, mik azok a fények a bokorban? Azok nem fények, hanem Szent János bogarak. Nézzük, el tudunk-e kapni egyet. Megvan, nagypapa, elkaptam! Tényleg elkaptad. Nagypapa! Caillou félni kezdett a hangoktól, de a nagypapája talált megoldást. Ébren vagytok, táborozók? Kész a reggeli? Jó reggelt! Mi történt? Hideg volt az éjjel? Túl zajos volt, ezért úgy döntöttünk, hogy a házban kempingezünk. Kempingeztem a nagypapával! Legközelebb, ha kempingezünk, szólunk az állatoknak, hogy maradjanak csendben. Fürödtök vagy meséljek? Ti döntötök. Mesélj, mesélj! Rendben, először mesélek. Majd utána fürödtök. Akkor most nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou úszni tanul. Caillou, itt vagyok. Bejössz hozzám, Caillou? Valami fénylik, apa. Nézd! Ott jön, apa! Talán legközelebb már te is bejössz. Talán. Emlékszel a strandra? Igen. Szeretnéd, ha apa megtanítana úszni? Igen. Néhány nappal később Caillou elkezdett tanulni. Szeretett úszni tanulni, és mindössze néhány óra után egyre ügyesebb és ügyesebb lett. Most sikerülni fog, apa. Biztos vagyok benne, Caillou. Sikerült, apa! Úsztam! Caillou úgy akart úszni, ahogy a nagyfiúk és a nagylányok. Szeretnél visszamenni? Teljesen egyedül akarok úszni. Hát, ez jó ötletnek tűnik. Igen! Már tudok úszni, apa! Apa, nézd meg, hogy úszom teljesen egyedül. Ez az. Nyújtsd ki a kezedet, ahogy mutatta. Caillou a medence alján sétált, majd hamarosan úszni kezdett teljesen egyedül. Ügyes vagy, Caillou. Igen, itt vagyok. Nagyon ügyes vagy. Figyelj, hogy úsz! Caillou hirtelen megijedt. Caillou! Caillou! Erre gyere! De a papája végig ott volt mellette. Nyugodj meg, Caillou. Úsz ide, ahogy eddig csináltad. Kicsit ijesztő volt, ugye? De tudtad, hogy vigyázok rád, igaz? Igen, apa. Tudod mit? Tényleg úsztál? Teljesen egyedül. Igen, úsztam, ugye? Nagyon büszke vagyok rád.
Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.